Felcsendült a száncsengő. Halló! Számcsengő? Nem, a ventilátor. <laughs> ja, ne indult, el, ja, igen, igen. Honnan igen. tudod, hogy kezdődik a stream? Predator Orion. Oh, oh. Amúgy így kell, ez, ez kell legyen az intro. Uh -huh. Felveszik, hogy felpörög a ventilátor. Jó, tartom a mikrofon mindig. <gül> <gül> igen, igen, igen. Hogy pörök fel, igen, mert ugye a processzorra hatalmas 13 nehezedik, és akkor ilyenkor, vigyázzál! Várjál, várjál! Meleg lesz! Uh, Növekszik a teljesítmény. Én az otthoni számítógép a csúcsáni árok, tehát az én gépem az úgy néz ki, hogy az alaphangja, amikor megy a Windows, és ugye ez igegyedt a világon semmit, csak mondjuk megy a Steam. Érted? Download sem megy, meg semmit, tudod, hogy a Steamben nincs update, akkor ilyen akkor van ilyen hangja körülbelül a számítógépnek, na de ha elindítasz egy játékot, na akkor a csík, a pumpa. Neked fel van a procid? Mit? Nincs. Kicsit a pumpa a legjobb. Amikor elkezdi, elkezdi igen. a játékot, és akkor erre a hangra, amikor ugye igen, 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 hát igen. nem bírja a fornacat, kezd elbaszódni. Érted? Igazi silent, but deadly. Igen, melyik, milyen vízfűtőd is van otthon? Korszárnek valamelyik, valamelyik újabb verziója. verzió, ja, szerintem ja, 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 a, ja. a, 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 H100, ja, ja, a, a, igen, igen, a igen, igen, a, V2 az újabb. Van, teljesen igen, ja, ja. Tudjuk, hogy a, az all-in-one mind szarok. Hát nem a legjobbak. Gyakorlatilag. Hát nem tudom, az az NCXT, amit, amit, amit te használsz, az nem volt még baj. Még nem. De korszárból már, de. már többel szoptunk egyébként, és uh, gondolom gondolj bele, hát még a, azért cseréltünk mindent léghűtőre a benti igen igen, 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 De jól néznek ki! Ugye, és dizájnban építjük őket, mert az otthoni gép az úgyse lesz úgy megterhelve. Jó van annak a nagy bűnös... Sz... Na mindegy. Jó, de, mindegy. de meg lesz. Úgyhogy mindegy, de azért na, a jó esik néha beszélni erről is, mert katasztrofális. Hogy a, tehát ugye a PC Master Race, mint kifejezés, az azért megvan, srácok. De olyan, olyan fantasztikus dolog egy játékkonzol. Hát, amúgy az is kurva hangos. Ez így van. De de azt nem kell baszoktatni, érted? Ez tény. Tehát nem ez arról tény. van szó, érted, hogy 850 ezer forintot költöttél el, amiből a 250 a házra, a ventilátorokra és a hűtésre ment el, hogy halk legyen, és nem. És nem ha. Érted? Nem. Tehát ez imádom meg. Egy játékkonzolás soha nem kergeted magad olyan babaz meg, érted? Hogy egy komolyabb SSD méret árából uh -huh. árát elköltöd és csalódsz. Jó, igaz, hogy a base nyomod, azért akkor nem, nem nagyon pörög fel. Főleg, én nagyon... tudod, csak így fut a Steam. Én nem azt is, hogyha átjasszal, amikor én megmutatom a kezem, mi van? Nagyon Na. durva az Na, az. Na jó. Nagyon durva. De most nem is ez a lényeg, meg lehet építeni csendesen a gépet. Uh -huh. Én csak mondom, hogy néha egyébként a PC-vel csak a baszakodás van. Szoftveres szinten is. Uh -huh. Jó, hát ilyen szempontból De Milyen igen. szép, mikor érted, milliós gamer gépeknél van valami, ahogy ugye a szaknyelv mondja, valami driverizé. Valami driverizé érted? van. Érted? Azt így a kedvenc játékon így crash on start. És így mitől? Hmm, nem tudom. Érted? És akkor így, így, ezek mennek. Milyen gyönyörű dolog. Hát igen. Milyen gyönyörű dolog. A Windows update. A Windows update. Az. Mocskos Windows update volt már megint. Amúgy ez nagyon vicces. Én azt él. utálom amúgy. Hát én se szeretem. Én... Főleg, mikor már annyira erőszakos, magától magától újraindul, és akkor tudod, akkor valami tényleg elbaszódott. Mm. Még nem tudod, hogy mi. Beindult, ú, minden rendben van. És aztán észreveszed, hogy ja, hogy valami nem jó. Valami nem oké. Igen. Igen. Elég meredek. Én megmondom őszintén, hogy hogy, 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 én ezt már rendesen, rendesen néha pofátlannak tartom. A Windows update -t. Tehát tényleg, ah. hogy bazzék, hogy egyszerűen valamire nem lehet azt mondani normálisan, hogy nem. Hányuk. De ő kiavítja, hogy mi hibát? Még mi az, hogy Windows Defender? Az mi a faszom? Sosa láttam. Mi az? Milyen igen. update? Milyen adblock? Miről beszélsz? Amúgy, a, hát igen. Az a baj, hogy ugye akkor szokott már nagyon erőszakoskodni, hogyha valamilyen, ilyen, hogy is mondjam, biztonsági hibát javítottak. Akkor tényleg felrakja. Persze. Anélkül, hogy hogy igen. Igen. És az a legkomolyabb benne, fontos. hogy sehogy nem tud elkerülni. Nem restartolok, nem. Nem, mert ugye, hogyha fenn van az update, akkor nem lehet tartani update nélkül. Nincs olyan no, nincs option. Ne a netről, azt akkor már felkúszott a telepítő, érted? Már rég fent Megcsinálja, van. érted? És az a durva, hogy ugye, mint tudjuk hírekből, tehát a kalóz verziót is update a faszomba. Érted? Hát ennyi. Nem? Nem? Neked se! Neked se le, Ne legyen érted? baj! Ne legyen érted? Baj. Nem lehet neked se Imádom. Egyszerűen imádom. Szóval, ja, ez, 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 ez így működik. Kemény. De én mondtam, hogy ez a streamereknek sokkal nagyobb para egyébként, mint, mert amúgy otthon meg leszarom. Igen. Tehát tényleg otthon nagyon nem tud elvaszni semmit, mert a, a gépemben van egy fejhallgató, vagy egy billentyűzet, meg egy egér, az cső. De amikor rengeteg sok ugye, ilyen third party eszközzel dolgozó, a keverőkkel, a többi minden, uh -huh. ott nagyon össze tudja csapni ö, a dolgokat. Ö, undorító. Főleg, hogy hogyha mit tudom én otthon is mondjuk a hangcucca, amihez hozzá van kötve, tudod, akkor egy, egy kicsit komplikáltabb. Ja, tudod, persze. Hát azokat az borzasztó, amit tud művelni azzal hogy a vírus írt írtók idegesítőek. Én sosem értettem, hogy, az, az hogy ki használhat. Hát azért sokan használnak. De mire? A vírusok ellen. Milyen vírusok? Hát, a fene tudja, nem tudom. Na én nem, én nem tudom. Hát. Nekem csak olyan gépeim vannak, amiken semmilyen jellegű vírus nincs, és most sose találkoztam ilyennel, hogy Igen. vírus. Nem gondoljátok, hogy olyan helyen jártok, ahol gyakori az ilyesmi? Igen, ez benne van. nem tudom, a számítógépemen keresztül, tehát amikor ugye, gyakorlatilag játékgyártó szerverekre csatlakozik a gépem, mikor, mikor videójátékokkal játszom, és Steam-en töltök le valamit, én nem tudom, a Facebookon, meg a YouTube-on nem nagyon szoktam leszedni semmilyen se a Twitteren vírusokat. Igen. Ti ott kaptok vírust? Vagy hol kaptok vírust? Hm? Ilyen szamaras polipos pornós dolgokat néztek? Vagy? Na hát igen, ezzel van baj. Mert ott megtörténik, hogy becsúszik egy-kettő. Ott van ilyen. Hát nem tudom. Nem tudom. Hát alapból ugye van a Win 10 a Defender. Hát van. Az fut amúgy. Hát na jó, de most ha Hát na jó, és az mégis... Hallottuk, hogy az mit fog meg. Az mindig jön az az update. Az úgy meg fog minden megőrülsz. Hát a Defender a legjobb. Meg. Megőrülsz. Defender a legmenőbb. Nem, de, akkor mi, de, de annyi vírusírtó szoftver van, mint az állat. Akkor azokat miért én, csinálják? Én nem tudom. És az a durva, hogy amúgy meg is élnek. Hm? Nem, mi tényleg nem nagyon használunk ilyet. Nem, sose használunk. Hát nagyon régen használtam. Igen. Nagyon régen. A IZI a windows be ezt a Protection Defender-genyót is kurva kikapcsolni. Akkor az minden piros? Ó, az biztos. Azonnal bekapcsolod a gép, és meg! Error. Mit? Meg fogsz dögleni! Pii, pii! Nincs védve a számítógép. Az biztos. <laughs> Igen, ez van, ez van. Az biztos. Úgyhogy ja, az ki az, az képtelenség. De úgy nekem az azt hiszem ki van kapcsolva otthon. Amúgy nekem az megy. Mit csinál? Nekem be van kapcsolva. Használom azt a konvertáló programot a handbrake Igen. De már ezer éve egyébként. És az open source. open source, ja. és, de tényleg már nagyon-nagyon régen használtuk, azzal, ö, a, azzal tudtunk átkonvertálni dolgokat, ugye más felbontású jelzőkre, meg mi is használjuk a munkánkhoz. Na hát az, tehát azt a szoftvert, azt így, nekem a Defender az kész. Az off. Komolyan. A handbrake.exe, de a súlyos veszélyt jelent, tudod? ide azonnal csomagol, ezt a Csoda. Én. Nem tudom, én csinálja, fasz meg. Értem, hogy csinálja, az meg. Érted, hogy muszáj volt lekapcsolja a faszomba, azt nem el. Hát hagyd már békén a kurva életbe. így ez van. Ha. Úgy, úgy open source a handbrake srácok, mint a VLC player. Ja, 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 full tud, open Ugyanúgy, ugyanúgy jön. Az mondja, hát. mi ez? Miért? De nem is kell tenni Bekapcsolod a gépet, elindul, bebutol a gép, érted? És így, Ho! hello, ez mi? ez nagyon veszélyes nem, mondom, jó, oké, oké, álljunk le, hagyjuk a picsába. Nem tudom, meg az a durva egyébként, hogyha belegondolsz, vírus kerül a számítógépedre. Vírus kerül a számítógépedre. Az akkor mi van? Az baj. Hát nem fél előtt. Nem fél előtt. Hát de most komolyan nem. Hát azért vannak olyanok, amik gondos okozhatnak. Na érteni. jó, de hát a legtöbb ember, és érted már nem, már nem az a 98 van. Érted? A bankkártyás vírus a legmenőbb, de az nem is vírus. Az, az leszívja, mi is annak a hivatalos nem az? A úgy várjál! Csinálja, de várjál, mert úgy van, az, Jani, meg. az a vírus az olyan, hogy de csak akkor, hogyha két méternek közelebb van a pénztárcád, a gépházhoz, az Ez csak figyel. akkor tudja leszívni a pénzt. De nem, de tudod, vannak ezek a skemek, nem tudom mi az Dudom a tudom igen. Nem phishing, nem, nem, az teljesen <coughs> más, hanem van egy ilyen zsaroló vírus, gyakorlatilag az. Amúgy, igen, igen, Tudom, csak az, hogy... amelyik, az amelyik küldi a izét, hogy pénzt küldjél, és akkor igen, állakkolja. Igen, igen, de ennek van valami szakneve, csak nem mit eszembe. Na jó, de mit, áll... tehát mit lakkol le az a zsaroló vírus? Ransomware, azaz. Igen, közül. mit lakkol le? tehát konkrétan mit lakkol le? Hát a de, na jó, a a géped egy vasdoboz. Mit, mit, mit blokkol le? Nem a, az a... Szerintem, hogy a beloginolsz a accountoddal, akkor utána fejön az a képernyő. És Tehát a Windows accountodat én, cseszi én meg? nem láttam vagy még a, ilyet, de gondolom. Vagy, a, vagy magát a, a, a az SSD-t, vagy a Szerintem a merevlemezet le, le... Mondjad már, enkriptálja. Jaj. Enkriptálja a fájlokat. Na és? Hát igen. De most érted, annak idején, amikor olyan gépek, a teljes hd titkosít ki nem szarja le. Hát egy manapság azért, na, mindenkinek van egy boot drive-ja. Ami nem van jaj. az oprendszer, meg van 6 millió merevlemeze és ssd je ami az adatai vannak. De az Azt is tudja? Vagy csak a boot drive-ot? Szerintem az összeset enkriptálja. Ez a, a nagy kérdés. kérdés. Hát pont ez a baj, hogy ugye mondjuk valaki dolgozott fél évig egy projekten, és beszopott. Ó, az értem, mit mondasz. Értem. De hát akkor az, a lényeg, hogy az összeset. Azt, ja, 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 igen. Öcsém, srácok, itt mindenki kapott már ilyen ransomware Én nem tudom, hogy utána olvastak. Minek olvastak utána? Hát a ransomware, ez hát egy időben tudod, ez nagyon el... Én tudom, de valaki most leírja, kapten. hogy én azt mondtam, hogy nem, azt is el lehet olvasni az interneten. Ja, jó, hát igen. Ha bejut, minden csatlakoztatot adat hordozott, rámászik. De nagyon durva amúgy. Durva egyébként. De ez az tényleg nagy szívás. Ó, meg volt ez a Vanakráj, tényleg, az is túl volt. Nem, az nagyon nagy szívás, hogyha ja. mindegyiket elkapja. Én azt hittem, hogy csak a boot drive-ot szopatja meg. Ez, Na, ez amik... a céges könnyedbe bekerül, az ott, az, az szopó. Az szopó. Az szopó nagyon. Hát igen, majd lehet vénekezni ezek ellen, igazából. De hogy lehet beszopni ezt? Én azt nem értem. Hát valahogy csak beszopták. De és... érted, céges gépen mit csinál? Gondolj bele, gondolj bele. Tehát saját build, a világ összes vírusírtója, Windows defender meg minden a jó Isten nem mm -hmm. ment tőle, érted? Jó, mondjuk érted, hogy tehát olyan vírusírtó nincs, ami a hülye embert okossá teszi. Hát igen. De, de látod, hogy bemegy. Mindennek ellenére. De hogy érted, a cégnél hogy? a cégnél nem torrenteznek. Dehogy is. Meg Hát Srácok, a... aki nem tudja, hogy, hogy működik egy céges egy build. Tehát amikor, valaki azt, azt mondjuk, hogy saját build, ezt nagyon sokszor mondtuk már, akkor azt szitek, hogy valamilyen vajmárkáról van szó, szó se róla. Most nyilván azokról a szólok, akik nem tudják ki. Tehát a saját bildes Windows az az a lényeg, hogy alapvetően a felhasználóknak a cégen belül, tehát mondjuk mit tudom én, mondjuk, hogyha nekünk ez mind a kettő ilyen flottás céges gép lenne, amin saját mm -hmm. Windows build fut, az azt jelenti, hogy mi nem vagyunk rendszergazdák, a gépen. Uh -huh. Tehát mi nem tudunk feltelepíteni egy VLC pléje. Így van, így van. A gépre. Ja. Csak ha rendszergazdai engedélyt kérünk, a belső rendszeren keresztül, amin keresztül engedélyezni kell, ott a rendszergazdák megnézik, hogy az hát, a szoftver biztonságos e gondoltam. vagy sem. Hogy ott ugye jogosultságaid vannak, és valószínűleg nincs jogod ahhoz, hogy leenkriptáld a mereblemet. Hát gyakorlatilag ez... semmilyen exét nem tudsz elindítani. Ja, csak, ja, ja. csak mondom. Csak ja, amit ja, ja, ja. engedélyezett a, a rendszergazdai banda. Érted? Igen. Az, e-mailen e keresztül szopják be? Aha, az lehet. Mert az, hogy magánember hogy kapja be, az világos, srácok. De, de hogyha egy e-mail e, tehát e mellékletet megnyitsz, akkor egy olyan gépen, ami nincsen semmilyen ö, rendszergazdai jogosultságot, ott is el tud indulni. C céges e-mailen keresztül kapott linkre kattintás. Aha. És ezt a szét a nálunk. Aha. Aha. Igaz, hogy nem kell nekseredjen, de tud futni valami, ami nem. Ami, aha. De én úgy tudom, hogy az Énnekes. igazán király cégeknél, akik foglalkoznak ezzel a biztonsággal, bizonyos időközönként ilyen random fékkíméleket e küldenek, hogy rákatintasz -e a linkre, vagy nem. Uh -huh. De most komolyan van ilyen, ilyen ez egy ilyen céges ellenőrzés. Nátok van ilyen srácok? Mert nekem van olyan iskosom, aki dolgozik ilyen cégnél. És hogyha rákatintasz a linkre, akkor behívnak és elbeszélgetnek. Ja ezt, persze, hát ez, 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 ez szokott lenni. Ez ja, szokott ja, ja, lenni. Ja. igen. Ez, de ez amúgy tök jó, de, de nem is értem. Ja, ja, ja. Igen, igazatok van. Ha rendszerprocesz, akkor tud futni. Hm? Végül is ja. Végül is ja. Akkor igen, ez a baj. Tehát az emberi tényezőt nem lehet kiiktatni. Hát azt nem. Ezért nem, is, nem ezért nem nem. is hoztam fel példakép hogy igazából teljesen felesleges, minden nem ilyen vírusírtó használata, ha nem jártok olyan oldalakon, amiknél lehet félni attól, hogy ilyesmit bekaptuk. Uh -huh. Olyan cucc egyszer volt a gépemben, ami tudod, ez az ilyen pop-up bomb. Uh -huh. tudod, ilyen, hát valami spyware vagy adware volt, én nem tudom, és az a lényeg, hogy hogy tőle így megnyitottad a böngészőt és így, így megnyitott 9000 pop-up window egyszerre. Az igen. Rászántom ezt a három percet, bezártam mindent. Azt mehetett a buli? A faszomba. Azt már a Windows-t, és lefostam az egészet. Mi, hát az is, mi vagy már az is 10 perc vagy 15? Érted? Vigyázz. Ú, amúgy az is nagy, az is durva. Nálunk pendrive-okat szórtak szét egyszer. Ja, és hogy be bedugolták, hogy bedugod el, el, hogy megnézed, mi az. Hú, ez kemény. Igen. Igen. Ez kemény. Nem, hát igen, igazság szerint minden hacker ezt mondja, hogy... Ha, az ilyen, emberi tényező. az emberi tényező a leges-legnagyobb hiba, a leges-leg biztonsági rendszerekbe is, azt nem lehet kiküszöbölni. Ja. Aha, Kubiksz azt mondja, hogy a szerint szerint ez egy sebezhető SMB-porton keresztül vitték be, nem e-mailen keresztül. Ez a WannaCry. Aha, ja, 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 Ez a ja, ja, ja. Konkrétan, igen, igen. De amúgy, ja, tehát, srácok, azért is került elő ez a témakör, tehát az ilyen vírusok, edverek, spyverek, ahogy szokták nevezni a szaknyelven, kártékony programok, ezt imádom a, a begyűjtése igazából legtöbb esetben azt mondom, hogy szerintem egy jó 90%-ban ugye felelőtlenség okán történik. Olyan oldalakra járkáltok, ahol amúgy se kéne legyetek, olyan e-maileket nyittok meg, amit nagyon nem kellene, mm. pénzt küldtek valami kuvaiti hercegnek, akinek pont most kell kölcsön 5000 forint, mert mit tudom én, kifogyott a benzin az AMG-ből. Tehát, ilyen, ilyen dolgok történnek, és ezért basszák át az embereket. Mm. Hihetetlen egyébként, hogy milyen sztorik vannak az ilyen átbasszásoknál. Érted? Még a rendőrsrácok is emlékeztek, a, a podcastben is beszéltek erről, hogy tehát, tehát hihetetlen, hogy milyen egyszerű béna-gagyi sztorikat beszopnak emberek. És nem csak az időse. Ah. Tehát nem kell nem. őket bántani. Mert ti is, ti is nagyon jól tudjátok, hogy most azt mondják, hogy hát átbasszták a nyugdíjat, ilyen unokasztorival, az minden. Oké. Okay. De azért ti is tudjátok, hogy tíz öreg néniből, azért nyolcnak helyén van az agya. Azt úgy elküldi a kurva anyjába, hogy porzik utána az út. Ez így van. Ja, ja, ja. Hát most nem? De, de hogy nem, dehogy nem. Nekem most most ért a nagybátyám, aki 38 éves, hogy a munkatárs, aki szintén annyi idős, beszapott egy ilyet. Úgy röhögött rajta másnap, hogy beszapott. Hát de, de hallod, nem normális, kap egy e-mailt, hogy Kongóban egy család épp meghalt, és hogy a, az örökségüket szeretnék rá... rábízni. Még meg miért? az internet! És, és átutalt nekik ezer forintot, de miért? És tényleg megcsinált, de hogy lehet ki ennyire hülye? Egyszerűen nem értem. Kongóban! De ilyenkor... De hallod, de ilyenkor megvan a magyarázat, jön. És most nem bántom, szó se róla. Megvan a magyarázat. És a bejön? És a bejön? De ilyen nincs. Ak Akkor mi van? Akkor azon bánkolsz egész életed, hogy te melyet nem küldtél? És a bejön. Nem érted? Nem értem, nem, ért, értem. nem jön be. Nem jön be. Nem, és, nem. De mi ezt nem értjük, ezt a hozzáállást. Ők meg azt a hozzáállást nem értik, hogy százalék esélye van, hogy bejöjjön, azt az ezer milliárd forintot nekem az megéri. Hogy Igen, nem. Összességében én mindig hogy ezt hiszem. Hagyjál. Érted? De és sem Nem kell, az megoldom valahogy az életem így is. Kegyetlen, kegyetlen. Meg ugye a másik e-mail a legjobb, amikor nyertek. Nyertek. Egymillió egy millió dollárt nyertek. Jani, nyertél egy új iPad Pro-t, meg egy BMW-t, ha kattintasz most, és így 5, 4, 3, érted? De, és ez a legdurvább, amelyik ilyen számláló van. És nincs idő, ez a... Gondolom. Jó, 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 jó. Klik. Fuck! és utána be kéne egy ekkora hatalmas nagy fasz. Jól kéne, jó, oldalról, érted? Azt kéne amúgy. No, te vagy te... az egy millió modig látogató, és az, az is a kedvencem, igen. Így van. Az óriási. O, de, Istenem. Na de értitek, hogy van ez? Tehát általában tényleg az ember tényleg, Ugye mi is hát beszélgetünk nagyon sokat már ugye a hackerekről, és a ahogyan ugye hozzáférnek az adataithoz, és tényleg, ahogy mondod, sok fogyasztható dokumentum van erről, olvasott, Nagyon vagy ö, témában, vagy, vagy amit meg tudtok nézni, ilyen dokumentumfilmek, amiben elmondják a hackerek, hogy alapvetően egy csomó rendszer gyakorlatilag tényleg feltönhetetlen. Mint olyan, idézőjel, de mégis be tudnak jutni az embereken keresztül. Így van. Igen. Így van. Szóval mindig-mindig arra van szó, hogy az ember tényleg odafigyel egy kicsit, legalábbis. Egybe biztos lehettek. Ö, jó, hát nem arról van szó, mert ugye már a közösségi platformokon is terjednek mindenféle szarok. De alapvetően, hogyha a megszokott oldalakat látogatjátok, amit mindig, nem szokott gond lenni. Hát, de amúgy nem. Úgyhogy a... Hát ne, nem is tudom, hogy milyen témában kell ahhoz kutakodni, hogy ilyen hülye oldalakra kerüljetek. Jó, hát persze tudni példát mondani. Van sok példa, de, hogy miket le... Na, azok annyira nem pc de igen. Igen. De valójában egyébként, ja, a hacker élet az arról szól, hogy ezrével küldöd az e-maileket, ez egy barometer, csak belekattint szupja. a faszomba, és, és akkor... Van. Ja, ja, akkor. ja, akkor ja, mit ja. szerzünk meg? Nagyon durva. Ugye, ja. amúgy, hogyha már erről beszélünk, bár ez nem hack, de valamilyen szinte ugyanilyen scam, mint ez a kongói példa. Most tényleg nem reklámozni akarom, de amúgy Anfieldnek van egy új videója. Nézzétek meg nyugodtan, őt a jófogáson akarták átverni. Ez Szerintem. mostani videó? Ágy újabb? Szerintem nem tudom, hogy az elmúlt hetekben rakta ki. Aha. Érdemes megnézni, még akkor is, hogyha annyira nem szerintek Anfield munkásságát, mert amúgy maga a videó nagyon tanulságos, hogy hogyan verik át az emberek a jófogáson a másikat. Nagyon durva. És külföldiek, tehát hogy nem magyar. Külf wow. Külföldiek vannak a jófogáson, akik írnak, hogy hello, Angliában élek, szeretném megvenni a fényképezőgépedet, és így totál bassza. Tehát, hogy az az, egésznek, az az egész kemnek a lényege, hogy ő küld egy fake e-mailt arról, hogy a bankon átadta a pénzt, tehát egy banki igazolást, egy fake banki igazolást, és azt várja, hogy te már adjad fel rögtön a csomagot. A, de közben nem mutat át. Igen. Egyen. Úgyhogy ezt nézzétek meg. Szerintem érdemes, komolyan. Tök jó. Megnézem ja. majd én is, én ja, sem láttam ja, ja. még. Na, állat, hogy van egy ilyen, egy ilyen tartalom. Igen, mert az az igazság, hogy, hogy tudjátok, és azért is fontos, hogy mondjuk ő megcsinálta ezt a videót, mert Oké, okay, hogy azt mondod magadról, hogy hát és sosem csinálnék ilyet. De nagyon sok ember igen? De hogy nem, csomó Én ember. Rengeteg sebezhető ember van, és ez ez egy borzasztó, borzasztó, borzasztó gáz dolog. És ezek, ezek a dolgok nem léteznének, ha nem lenne egy szignifikáns százaléka az embereknek, aki beszopja. Tudja, hogy persze, de nem hiába csinálják, ezt ez, ez, higgyétek el. És tényleg az van, amit Pisti is mondt, hogy ül ott egy csávó, aki egész a csinál, hogy ír 5000 e-mailt. Ja. És, és valaki az 5000-ből, szerintem az 5000-ből, amúgy viccen kívül, 5000-ből egy-két ember biztos, hogy beszopja. Tehát ilyen statisztika tudja, hogy van. Ja. Mit? Ez száz százalék? Igen. Ez száz százalék. Egyébként, tudjátok, az hogy Facebookon vannak ezek a mindenféle, most jutott eszembe a jófogással, mm? ezek a kereskedői csoportok, tudjátok, ezek a igen, ö, igen, igen. használt katonadás vétele. És akkor mindenféle dolgokkal ö, kapcsolatban. Én is benne vagyok jó pár ilyen csoportban, ö, ahol nem feltétlenül csak használt dolgok vannak, egész egyszerűen gyűjtői dolgok, például videójátékok és egyéb dolgok kapcsolatban, amik egyébként rendkívül jó közösségek. Uh -huh. És tudjátok, ezek zárt közösségek, te csak meghívóval lehet bejönni, meg mit tudom én, és még így is bebecsúszik egy-két ember, érted? Aki, direkt... Aki, tudod, úgy beszivárog, érted? Ha aki megpróbál átbaszni valakit, főleg, hogyha nagyon nagy érték a dolgokról van szó, de az meg annyira vágó. Érted? Mikor tudod, egy ilyen megszokott körbe, ahol mindenki normális, hogy bejön egy ilyen paraszt. Érted? Ar! Hát igen. Érted? Tehát ez, ez a, tudod, ez be van a csopor, valaki, semmi hello, semmi, mit tudom én, érted? Semmi, hanem ez az árkérdőjel. És tudod, ez az a kommentek, te ki a faszom vagy? hogy a faszomba kerültél ide? Ki hívott meg? Repülő is a kurva anyjába. Érted? Ez jó, jó. a, a legrosszabb, a legrosszabb magban az utálom. Na mindegy. És... Um, ps eladó. Mi csinál? ps eladó. Igen. Egyik nagyon kedves barátom ö, ö, küldte át egyébként a, ö, a screenshotot ö, nekem, hogy már lehet venni Diablo 4-et. Igen. Mint a gép. Jaj, még egy dolog, amit akartam mondani ezekről a skemekről főleg itt karácsonykor. Srácok, én nagyon jól tudom, hogy gyakorlatilag egy mikron ö, részetek ö, az, aki talán beveszi ezt. De biztosan ti is látjátok, ö, én hetek óta riportolgatom ezeket az oldalakat, Janinak is mutattam. Facebookon ilyen suggested post, tudjátok, ez a önszámára számára ajánlott. Faszom. Legó. Jó, igen, igen, igen. Volt igen, egy oldal, LEGO. És úgy, hogy tudjátok, a Bugatti Siron, mit tudom én, 550 euróról 17. Meg, érted? Tehát gyakorlatilag az van, hogy ilyen 100-150 ezeres LEGO készleteket ö, árulnak 7500 forintért. Ja. Meg mit tudom én, ö, 20 ezer forintos LEGO-készletet árulnak 2000 forintért, érted? És az a baj, hogy van egy csomó laikus szülő, aki a kisgyereknek akar legót venni, érted? És beszopja, magyar kanyar beszopja. nélkül beszopja. Yeah. Ott volt. Black Friday, minden, és nem, az, nem is küldenek semmit, nem gagyi legót küldenek, hanem küldenek semmit. Ezekre nagyon-nagyon figyeljetek oda. Én mondom, és e legalább négy-öt van. Más néven. Tőt, tehát dumar. nem egy. Úgyhogy Nyomkodom, mint az állatbazzeg, ripart be, ti is azt csináljátok, mert nagyon-nagyon-nagyon gáz, nagyon-nagyon-nagyon gáz, és az a legszomorúbb tényleg, hogy ezt, tehát átvernek olyan embereket, akik tényleg sebezhetőek az ilyenekre. Érted, én ránézek, és megadom, hogy mi, hogy? Tehát te ez még ér, mert kap, bebazd meg. Érted? És van, aki beszopja, különben nem lenne. Hát a Bugatti igen. biztos, hogy láttátok, mert ezt kurvasokat nyomták. Mm. Hát ez kész. Durva, cucc. Nagyon-nagyon-nagyon nagyon durva. A hogy érte, értelmetlen. Nagyon, de mit tudok csinálni? Hát de most már sem lehet. Legalább nem. annyit teszek, hogy. Sokan riportolják, szerintem megnézik. Én nem tudom. Én nem tudom. Biztos, vagyok benne. Azt tudjuk, hogy ha kommenteket sokan riportolnak a Facebookon, azt megnézik. Meg. Úgyhogy nem tudom, hogy a posztal van-e így, de. De nem tudom ja, tehát 2000 forint egy a LEGO kulcs tartót lehet vásárolni. Ott tartok a, ott a LEGO árak, szóval nagyon -nagy, elég gáz. Hát, ja. A Bugatti, a Pol hát ezek a nagy modellek szoktak szembe jönni általában, a srácok, a drágák. A drágák abszolút. Az a baj, Sziki, tudod, hogy tényleg, hogy a Facebook riporttal valószínűleg nagyon kevesen riportolna. Mert úgy vannak vele, hogy úgy semmit. Pedig amúgy hogy a sokari tényleg megnézik. Ezt se tudjuk meg. Ezt se tudjuk meg. Én benyomom, baj, nem lesz belőle. Ja, persze nem. Két klik, Sőt. szívesen megírom. Ja, meg itt pont itt poénkodtam vele, tehát mit tudom én, tudod, azért szoktam nyomkodni én is. Tudod, ez a misleading scam. Érted? Nennyi? De általában egyébként unappropriate sexual contentnek szoktam jelölni őket. Akkor jobban megnézik. Én hát, legalábbis azt szoktam nyomni. <sus> És akkor legalább még mosolygok is egy kicsit. Ennyi. Vagy rányomok az other reason -re, és akkor írok olyat, hogy fú, fú. Érted? Rádóra. Úgyhogy eh, megsértették a bennem élő eh, eh, fekete hölgyet. Ennyi. Úgyhogy ez van. Így, így van, baszta a szemem. Pontosan így van. Unappropriate sexual content. Ez van. Így van. Baszogatnak! Jaj, sok riportnak nem volt foganatja. Hát, figyeljetek, én is riportoltam már ö, így poénból, meg tesztből, közösségi oldalakon, amik tényleg olyanok voltak, hogy lehetett riportolni. Én lesz a szartam, csak beriportoltam, hogy mi történik, és nagyon sokra választ kaptam, hogy nem találták riportolni Jaj, válónak. tényleg, De igen. De, és Twitteren is volt ilyen, meg Twitch-en Mert is. Emlékszem. Meg twitch is volt ilyen. Emlékszel a Twitter kurványázós uh, tweetre? Igen, hogy kíváncsi voltam, hogy és, hogy, hogy és ennyi? Tehát így a kurva anyádra az, hogy, offend, tehát, hogy I'm offended, az úgy mennyire? És ki beírták nekem, hogy ők nem értik, hogy én most miért vagyok ezáltal ez, ez offended, meg hogy mi a bajom bele. Igen. Így egész hosszan. Úgyhogy nem tudom, szerintem megnézte valami indiai srác uh, magyarul, hogy ő nem talált semmit benne. Hát ez van. De amúgy nem ért sokat. De mit tehet az ember? Vannak eszközök, amiket egy rendszer biztosít, és ez van. Jaj, még egy dolog érdekesség. Tegnapi Na. hír egyébként, ami társainkra vagy youtuber társainkra lehet egyáltalán hatással. Én szerintem semmilyen hatása nem lesz ránk, viszont egy sidestep, egy ilyen oldallépés, egy irányba, ami érdekes lehet. Na. A Youtube enyhítette az erőszakos videójátékokkal kapcsolatos, uh, hát hogy mondjam, uh, regulációit. Na. Tehát, hogy enyhültek a, azok a, hogy nem tiltja le a, a YouTube, nem, nem törli a monetization teljesen róla, enyhültek a szabályok, hogy gyakorlatilag minden megosztott screenshot mortal um, enyhültek. A, ezek a fajta dolgok, úgyhogy, úgyhogy lehetséges, hogy az embereknek megint, úgymond, egy kicsit több kedve lesz YouTube-ra tartalmat gyártani. Ez mert ugye ezzel nagyon nagy volt a probléma, hogy nem family-friendly, és ö, emiatt ugye megcsapták a monetization stb. És ö, most ez talán, ez talán egy hűl. És ez egyébként egy, egy jó dolog, szerintem egy pozitív dolog, és egy jó lépés, ö, mert ugye a legtöbb embert YouTube-ról ugye a monetization letaszítása Ö, tudta jelenteni, vagy, vagy jelenti, és ö, hát ez egy kényelmetlen dolog sajnos. Nagyon sok mindenkit érintett. Rengeteg sok kis csatorna nem tudta úgymond megvetni a lábát uh -huh. a YouTube-on, ami azt jelenti a megvetni a lábát, hogy önállósodni, ö, tehát függetlenetni, úgymond, és ezzel foglalkozni, hogy ugye a maximális időt tudja tölteni ezzel a tartalomgyártással, amit a nézők szeretnek. És ezek a csatornák elfogynak, mert egyszerűen ö, a hobbi egy nagyon-nagyon szép dolog, és kurva sokáig lehet csinálni, érted? De amikor csak az energia megy vele, ö, akkor egy idő után az embernek át kell értékelnie. És ez ugyanolyan a YouTube-ba kapcsolatban is, rációk, hogy mit tudom én, a valaki kisvasutat gyűjt. Mondjuk 12 éves kora óta kisvasutat gyűjt, van jó kis terepasztal, meg minden, amit el tudsz képzelni, tök király, de tudja csinálni egy ideig. Mm. És akkor jön a család, stb a pénz is, meg az idő is, ami arra megy, egyszerűen nem tartható, és akkor az a hobbi elmúlik, és egyszer régen volt. És a nézők csalódottak, szeretnék látni a tartalmat, király lenne, hogyha tovább tudnák nézni, mert nagyon király volt, és sajnos abban marad, mert ugye nem volt. Tehát, az, tehát az hogy ilyeneket változtattak a YouTube-on, ez 5-6 évvel ezelőtt még nem fordult volna elő. Hanem meg tudta volna oldani. Ja, ja. Sajnos ez ilyen. De tök durva, hogy így enyhítettek. Ez, 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 számomra is meglepő egyébként. Rendkívül volt. Most meglepő. ugye bevezették ezt a kopalc utcot is, amiről már beszéltünk. Lehet, hogy pont azzal van pár tudod, hogy amiatt. Hogy most ha be kell jelölned. És akkor most van. Már... És lehet, hogyha rosszul jelölöd be direkt, akkor mész az anyádba. Amúgy lehet. Érted? Ki tudja? Ki tudja. Na mindegy. Hm. Mert a Mortal Kombat a YouTube kids -re. Okay. E, abszolút nem. Abszolút nem. Nem. De amúgy érdekes. Meg örülök neki. Hol van ez egy a cikk? E, megírta egy csomó minden. Fú, váratok, mit tudom én. E, mi? A Polygon nem írta meg? Úgy mondjuk az egy szemét oldal, de majd tudom, mindjárt nézem, vagy a Verge. Berge. Mindjárt nézem, csak el kell fogadni az anyját. E, de itt van. Na, zsír. Megosztom ezt a Polygon linket veletek. Polly John. Az interneten fel van. Most csak így random rányomtam egy oldalra. Itt van, tehát úgymond finomítottak ezen a erőszakos játék törvényen, valaki el akarja olvasni, ott van a cserben. Ez is egy érdekes dolog. Nem tudom. Fura egyébként, én most egyre több helyen hallom, hogy ugye a YouTube megtette, ez egy érdekes információ, srácok. A YouTube megtette a lépéseket ugye azzal a kapcsolatban, hogy nagyon sok szélsőséges tartalmat megpróbál ugye mellőzni. Uh -huh. Ez ugye több mindennel jár, tehát több eszköze van. Tehát a YouTube csak úgy nem törölhet egy csatornát, uh -huh. ami mondjuk nagyon szélsőséges politikai nézetek vannak, de még határon belüliek. Uh -huh. Tehát nem, nem üvöltözöd azt, hogy meg fogsz ölni embereket, nem muszdítod vallási háborúra, hanem mondjuk, mit tudom én, csúnyán beszélsz egy politikusról, vagy egy közszereplőről, vagy ilyesmi, mondjuk tegyük fel humor, okán uh -huh. vagy paródia, vagy stb. Tehát, hogy még tehát, hogy szélsőséges, de még határon belül van. Ezeket nagyon durván megvágta egyébként a YouTube, több eszközzel. Csak úgy nem törölheti, de nem tolja őket, nem rakja a suggested be, nem ajánlja oldalt, nem, tehát megvonja a monetization tőle, tehát nem kap érte pénzt, stb. Tehát el lehet ezeket nyomni, így a szőnyeg alá sopörni. És rengeteg platform van, aki alternatív forrásból próbál élni. Patreon, mm -hmm. ö, vagy ugye olyan külső promóciók, hogy elmondja a műsorban, hogy Kanéri Epre a legfinom a városban, Vedd mm -hmm. egész nap, és a többi most nem teszem be semmilyen rim. Ö, vagy így oldják meg. És ugye ezek, ezek a tartalmak nagyon nehezen tudnak megélni, de nagyon szeretik az emberek. És ezekből vannak óriási csatornák. Azt tudja. Ugye, nézzétek meg, most itt van például. Azt hiszitek, hogy azért csinál mindenki, tehát úgymond, nagyon sok ilyen nagy youtuber, meg nagy celebrity podcastet, azért csinálnak podcastet, mindenki azért csinál podcastet, mert a podcastben azt mondanak, hogy akarnak. Így, a tévéből kibasznak a faszba, YouTube-on megölnek a faszba, Logan Paul, érted? És podcasteket csinálnak a YouTube-on, ahol azt csinálsz, amit akarsz. És képzétek el, hogy most a legnagyobb podcasterek. Ez egy szó? Podcaster. Há. Podcast hoztok. Igen. Vagy a legnagyobb podcastek tulajdonosai azon beszélgetnek, hogy a saját honlapjukon fogják nyomni. Wow, és akkor nincsen gond. Érted? És lejönnek a YouTube-ról. Mert ott senki sem nyúlhat hozzájuk. Sőt, olyat is láttam más rácok beszarsz. Olyat láttam, YouTube videó. Érted? Mm -hmm. Rákerestem, nem is tudom mi a faszomra, rákerestem valamire és YouTube-on fel, nem egy gyakori dologra, YouTube-on egy linket, hogy itt meg tudod nézni, hogy ezt hogy kell csinálni. Uh -huh. Érted? Rákattintottam a videóra, és tudod, miről szólt a videó? Nem jö. Reklámozta azt a jellegű tartalmat, ami után utána néztem, uh -huh. egyébként szerelésügyileg. Érted? És az volt a videó végén, hogy kattints a linkre a leírásban, ha meg akarod nézni a videót, és egy honlapra mutatott. Tehát wow. a csávónak az a YouTube videó címe uh -huh. a probléma, amit keresel, uh -huh. és ha rákattintasz a YouTube videóra, akkor elmondja, hogyha a leírásban lévő linkre kattintasz, akkor átmész a honlapra, ahol a saját platformján meg tudod nézni. Az igen. De most már ilyen szinten ment, hogy a YouTube-ban reklámozzák a saját platformodban. Nagyon durva. Pedig amúgy ezeket tuti letörlik ezeket videókat. Uh, Mert uh, így van egyébként, nagyon sok podcast, egyébként az Apple Podcast applikációba, illetve Spotify-on fut, és ott meg aztán tényleg az egy teljesen saját platform. Így van. És ott el tudják adni a saját uh, uh, tartalmaikat. Ilyenből van egy csomó. Peti Basszus, én a múltkor találkoztam először ilyen. Én még nem találkoztam De tényleg sok ilyen van? Tök durva. Mit csinál? Tök durva. Rengeteg. Ó. Oh. Igen, ez gyakorlatilag olyan, mint egy hiperhivatkozás. Hát gyakorlatilag az. Mindjárt vissza egyikről a másikra. Na mindegy, szóval öm, látszólik az, hogy felelősségetek, a YouTube a saját lépéseit azért teszi meg. E megbeszéltük már ezerszer. Ez egy teljesen logikus dolog, amit a YouTube csinál. E, Ettől függetlenül rengeteg tartalomgyártó van, aki nem a legalkalmasabb tartalmat gyártja a YouTube-ra, akinek meg kell találnia, az alternatív megoldását. Mm. És akkor a nézők rínak, sírnak, hogy miért kell átmenni, meg ó, meg biztos eladtad a lelked, meg fasz vagy, stb. a szokásos szar. Mm. Pedig valójában arról van szó, hogy marad-e a műsor, és, és továbbra is tud-e szórakoztató lenni az embereknek, vagy sem. Ja. És ezt el kell fogadni, hogy sok ilyen lesz. Nagyon nagy közkedvelt műsorokból. Nem a saját honlapjukon, nem, nem a YouTube Live-ban beágyazva. Megoldják valahogy más. Persze, hát simán lehet ilyen live oldalt létrehozni. Ja, ja. Ja, ja, ja. Úgyhogy bonyolult, bonyolult, kérdés ez egyébként nagyon, én, én úgy látom, de, de mondom, de gyakorlatilag ugye a probléma azzal, amit mi is csinálunk, meg azzal, ami nagyon sok szórakoztató tartalom, az az, hogy a platform nem saját, hanem valakié. Mint a tévécsatornák. Hiába a kurva mm -hmm. jó, a, mit tudom én, a, ez meg az a főzőműsor, vagy ez meg az az utazóműsor, ha a azt mondja, hogy nem, akkor nem. Mm -hmm. Vagy ha a csatorna azt mondja, hogy így lesz, akkor úgy lesz. Érted? -e? Amíg nem csinál sajátot. Csak ugye hát azt ki a fasz tudja megcsinálni. Igen, igen. Úgyhogy ez egy... Uh... Hát ez ilyen. <laughs> Prefekt. Igen, nagyon köszönöm. Mondjuk, akinek hatalmas közössége van, annak azért ez re rendkívül nagy befektetés. és Saját platform. Igen, az óriási pénzbe kerül egyébként pénz, az az legyen, sok pénz ja. Tehát főleg, hogy annyi embert kell kiszolgálni. Igen. De kurva jó Google szervereken, meg az Amazon szervereken pörgetni a pecsünket, mint itt. Érted? Hát ahhoz tényleg az kell, hogy Amazon szervereket bérelni. Ja. Annyi Amazon szervereket bérel az ember, és azon elfut. De azért jó a kiadás. Azt tudja. Igen. Ja, ja, ja. Nem, de, de, de mégis mit tudnak tenni? Gondolj bele. Mégis mit tudnak tenni az emberek? Hát amikor ilyen dolog történik, hogy ugye, hogy, hogy ugye, jó, hát Magyarország teljesen más, mert itt az emberek, az meg nem a, a, a lakosság nagy részére gondolok, hanem azokra, akik ö, olyan ö, státuszban vannak, hogy döntenek ezekről a dolgokról. Tehát Magyarországon ö, levenni valamit a YouTube-ról mm. vagy az instagram Instagramról, ami nem sértő, vagy nem politikailag inkorrekt, hanem nem tetszik valakinek. Azt simán megcsinálja valaki. Ennyi, ja, Ennyire gyökér, érted? Ennyire gyökér. Annyira nyugatias, érted? Mert szívja a Starbucks kávét, érted? Meg faszvillantós nadrágba jár, mint nyugaton, de az nem fogja felbazni, hogy ilyen dolgot nem lehet csinálni. Külföldön megcsinálják, és ilyen oh man, tehát hogy így, hogy? Tehát ilyet nem lehet csinálni, mm. és mégis megteszik. Regulázzák a platformokat, stb. különböző okokból, és az emberek menekülnek, mert nem, nem, nem tudnak meglenni. Uh -huh. Érted? Tehát azt, hogy most gondolj bele, ha van valaki, aki olyan tartalmat gyárt, amit te imád, szeretsz, beszarás, ő abban a pillanatban, hogy elkezd félni attól, hogy ha ah, megint ezt csinálom, uh -huh. akkor lehet törlik a csatornámat. Vagy elbukom az összes pénzt, amit belefektettem, vagy valami, és nem csinál olyat, az elveszít téged. Azt tudja. De gyakorlatilag nem törli a csatornát az adott platform, csak el lehetetleníti. Igen. Igazából, hogy nem tudja azt csinálni, amit szeretne. Igen, igen, igen. Ha mi szeretnénk ilyen lépést megtenni nagyszer, de mekkora anyagi kilépés, kilépés lenne. Uúú, bocsma, nem tudom. Fogalmam sincs. Egy ilyen livestreamet megcsinálni, mint amilyen a Twitch, hogy csak itt Magyarországon tudjátok nézni. Hát az a havi... Nagyon sok pénz. Nem, mit tudom én, mennyi lehet, havi. Öt. Ötletem is, tényleg. Az a baj, hogy nem dolgoztunk még ilyen Amazon web, mi az szerverekkel, szörvisszel. AVS. Valak, valaki, Azt valakinek kéne hozzá. van. Hozzá. Nem a nulláról a szike, hanem mondjuk úgy, hogy egy kiszolgáló platform, és bírálni alá a, a szervert. Mert vannak ilyen platformok, ahol simán lehet livestreamet csinálni, csak kell hozzá alá egy szerver. Nem nekünk kéne lefejleszteni. Igen, 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 igen. Hát, fú, sok. Is. Um, nem tudom, valakinek van valamilyen ötlete? Hogy mondjuk, mit tudom én, ilyen két-három ezer embernek havi tízezer euró a hosting, uh -huh. és 600 millió kifejleszteni a rendszert. Hát nagyjából úgy. A, azt tudtam, hogy lefejleszteni magát a keretszuccot, érted? Uh -huh. ja, 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 ja. Az a, a igen, baj. Igen. De mondom, hogy amúgy, hogyha olyat ami már van, de például amit? Van ilyen, ilyen livestreaming, olyan open source. Van, van, van az talán van. nem annyi. Nem open source, az is pénzbe kerül. De ja. van. A bérlés az nagyon sok. Az olyan 10.000 euró per hó, de nem tudom, hogy az elég -e amúgy. Nem tudom. Tehát most ezt úgy képzeljétek el, srácok, hogy a mi műsorunkat annyian nézitek, amennyien akarjátok. Hogyha, mit tudom én, 3000-en néztek egy műsort, vagy 1500-an, vagy 10 en hót mindegy, az Amazon szerver megoldja. Ha mi lennék a kiszolgáló platform, tehát a vr.hu menne a stream, egy saját lejátszóban. Ott mondjuk 10 ezer euróért bérünk szervert, és lehet, hogy mit tudom én, valami hype game kijön, az meg, és nem 3 ezer akkor hanem 5 ezer, akkor így. Így rogy, azt akkor gyorsan kell bele dobni az automatába, érted az aprót. hát ez automatikusan majd, van olyan, ami szkél el. Hát van olyan is, igen. Csak az sok pénz. Igen, így van, így van. Így van. De amúgy biztos, hogy van rá valami keret, de undorító összegre gondoljatok. Ja, hát elképesztően drága. Autószkéld. De az mennyi? Az a 10k? Hát Ö... gondolom. Hát gondolom, hogy a 10 k bérlés az annyi. Hát most mennyi? 10k euró az mennyi most? 30... 3 millió 2? 3? Uh -huh. Ott körül havonta. De az csak a szerverbérlés. Uh -huh. Ott ugye üzemeltetni kell magát a chat engine-t, meg, 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 ja, magát ja, ja, a honlapot is. Igen, igen, mi nem igen, tudnánk igen. csinálni, amellett, hogy műsort is csinálunk. Szóval az borzasztó, hát arra kéne külön legalább egy-két ember, aki ezt fenntartja. Abszolút. És még lehet keveset is mondtam. Na, de azért vasgajonok, gratuláljunk mi is. Na. Jó egészséget kívánunk a kis hölgynek. Bizony, bizony vasgolyó. Ügyesen, vigyázzatok rá. Vigyázzatok rám. Köszi, hogy megosztottad velünk. Köszi, köszi. Szóval, ja, srácok, ez az, az, egy veszett dolog lenne saját platformot csinálni, és sajnos kibaszott kurva drága lenne. Nagyon. Meg nem garantálta azt, most gondoljatok bele, így a twitch is, meg a YouTube-bal is néha vannak gondok, jó, a YouTube-bal kevésbé, és gondoljatok bele. Tehát, a, a, ott, bazd meg, ott, tehát ott, 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 folyamatosan kell egy nem tudom hány ember, aki, hogyha gebasz van, akkor meg tudja oldani. Igen. Vagy nekem például halvány segédfingom <hül> nincsen, hogyha most gebaszolik valami egy ilyen rendszerben, hova nyúljak. Igen, igen, igen. Érted? Ez egy undormány. Ja, hát amúgy tényleg az a gond, hogy ilyen, nem, dolgoztunk még soha. Igen, és ezért... Meg kéne tanulni. És ezért tűrjük el gyakorlatilag, most ezért nem, nem, nem az, hogy tűrjük el, hanem ezért próbál alkalmazkodni az ember ezekhez a nagy oldalakhoz, ja, mint YouTube, Twitch, mert nem tudja csinálni a, a önmagától ezt a dolgot. Igen. Most így veszett egy valami. Meg amúgy tudom, hogy nem tudom, tudom, hogy nagyon sok gond szokott lenni a Twitch-el, de amúgy megmondom őszintén, hogy mi valamilyen szinten elégedettek lehetünk vele. Abszolút hát el, mi abszolút. El. Nekünk um, ilyen gondjaink, mint ami más streamereknél előfordul, nagyon van. Nincsen. Megmondom őszintén, hogy gyakorlatilag nálunk az összes probléma, ugye, tudjátok, hogy volt egy időszak, amikor rengeteg sok problémánk volt. volt. Igen. Az mind szolgáltatói probléma volt, és amúgy azóta ki is derült, hogy mik voltak a gondok. Igen, persze, persze. Ö, egyébként. Meg, meg, meg nem tudom, Na, meg, meg itt van a közösség. Ja, nem is, nem is beszélünk, tehát hogy ugye ti itt vagytok, igen. Úgyhogy tényleg nagyon király. Ami miatt még mindig nagyon mérgesek, vagy haragszunk rájuk, az az, hogy a, még mindig nem tudták megoldani normálisan ezt a bitrét, és gondot, meg egy, egy új, új, kodeket használnának, vagy valami hasonló. Igen, de vagy vagy. Ja, ja, ja. Vagy is. Mert igaz, hogy nem, a bitrét gondot meg tudták oldani, mert tudunk magas bitrét beszélni. De beszólnak. Csak akkor az nem jó, igen. Beszólnak. Igen. Hogyha nagyon magas bitréten tolod, a kodek az a, a kodek. kodek megoldás. Hát, meg, igen. Igen, 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 Akkor, akkor meg lenne oldva. Úgyhogy ezt a fejlesztést még mindig nagyon várjuk. Hát már vagy két éve. Ja, legalább. Hogy legyen egy kicsit jobb minőségű a stream. Hát, igen. És, és akkor, akkor ugye minőséget is lépne a stream, illetve sokkal jobb minőségben tudnák a gyengébb internettel rendelkezők is nézni a streamet. Igen. Igen. De ez, ez nagyon durva. Igen. Ha már platformváltásról beszélünk, amúgy eszembe jutott egy dolog, ami most egy téma bontó lesz, de tegnap találkoztam pont vele, mert a múlt héten beszéltünk arról, hogy megszűnt a PC guru újság. Igen. És most veszélybe került a GameStar is. Valamit olvastam tegnap. Annyi van, hogy, hogy szerint a decemberi szám az utolsó GameStar hivatalosan, ami most decemberben megjelenik, és ahhoz, hogy folytatni tudják a srácok az offline újság kiadást, 2500 előfizetőre van szükségük és gyakorlatilag elindult egy ilyen counter, és hogyha meg lesz a 2500, -ak, akkor folytatni tudják, ha nem, akkor... És hol van ez a counter? Pff, á, ez a link, ez nagyon jó. Erre én nem tudok. Várjál, gamestar.hu. Ne basszám már kivel. Komolyan. És ezt így lehozta? Uh, és hát a gamestar.hu csak, csak le kellett volna hozzák. Most viccek kívül volt egy ilyen. Honlapjukon kint van. Nem találjuk. Várjátok. Uh -uh. Pedig, nem. pedig, én is... Nem találom, én is ma. már. Várjál. Uh, elő. De milyen érdekes, hogy nem mondták, amikor a PC Guru bejelentette. Ja. Hanem mondták, hogy sajnálják, hogy megszűnik a PC Igen, gurú, igen, úgy, igen, tudom, én igen. Cselesek. Ez egy cash grab, nem? Nem. nem. Tényleg van. Ott van. Köszi szépen. Kolo, kolor belinkelte nekünk. Köszi. Piactér.pro. Jaj, látom, látom. Vedd a kezedbe a GameStar sorsát. És akkor elméletileg ott van egy ilyen visszaszámláló. Az az, az az. Az, lesz az. Mindig Aha. 20 éves. Ja. Köszi. Ott van. Még 2440. 60 ember fizetett elő, mióta meghirdették ja, ezt a dolgot? tegnap óta. Hát nem néz ki túl jól. Nem. Hát köszönjük a linket. Köszi mi annyi, a linket. annyit tudunk tenni, srácok, hogy mi ezt is megosztjuk. megosztjuk itt veletek ezt a linket és aki, aki szeretne, vagy gondolta, de... Hát ja. De ez amúgy szomorú, hogy, hát hogy szomorú. mindkét magazin egyszerre így hát ja. azt mondja, hogy no. Vagy hát nyilván, nyilván, de ezt úrva az meg. Jó, hát vannak ennek okai persze. Persze, megvannak az okai, nyilván, nyilván, nyilván. Meg ugye azt tudod is, hogy a GameStar újságot is torrentezik, nem kevesen. Tudom, baszki. Az annyira undorító. Na mindegy, nem baj. Ki a, a, a magazint letorrentezi, Bazzazzazz A magazint letorrentezi. Az az. De az, várjál, mert az valamelyik bazen. pöcsbe fogja magát, és feltölti. Persze. Na mindegy, a magyar dolgok, tudod. Nem, amúgy ezek nem magyarod. Nem, ez nem fékoldal ez sajnos tényleg, ez valid. Igen. Ez valid, cucc. Nem fék oldal, ne nem fék oldal. Nem, Azt nem, nem osztottuk volna. Nem nem, 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 um, ja. Um, hogy lehet magazin torrentezni? Hát úgy, hogy feltöltik ilyen e-book formátumba. Így van. PDF, bocsánat, PDF-ben. Hát fogják hát az munkat. is, is e-book formátum. Így van, beszkennelik Igen. és feltöltik. Ennyi. Engem. A PC guru most szűnt meg, Joz. Megszűnt a PC guru, ja Majd jön meg az utolsó szám. Elvileg, mert tegnap nem jött. meg. Igen, tudom, nem jött meg, azt én sem tudom. De mindegy, de ma megjön elvileg az utolsó szám. És ma nem leszünk itt, pont amikor megjön. Hát. Igen, na mindegy, szóval... Ö... Szóval ez van, srácok. Igen. Ez van. A platformátáson jutott eszembe, hogy. Igen, de most én azt gondolom egyébként, hogy. Tehát biztos vagyok benne egyébként, hogy például a gamestar nak a, az online oldala, ugye, hát elég, elég népes Facebookon. Hát, többször uh, Tehát sokan olvassák egyébként Igen. az online magazint, és úgy gondolom, hogy valószínűleg. Vagy hát nagyon remélem, hogy hasonlatosan akár egy YouTube csatornához uh, is, uh, hogyha megszűnne, hogyha ne hagyj Isten megszűnne, én nem kívánom, mert elmondtam nektek a PC-guru kapcsán, hogy uh, hozzá nagyon közel áll a nyomtatott sajtónak ez a része, de mindegy. De ha megszűnik a, 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 a nyomtatott magazin, akkor remélem, hogy az erőforrásokat még jobban ugye belefektetik a, az online-ba, és jobb dolgokat, vagy még jobb dolgokat mm. csinálnak, vagy mit tudom én. Hát igen, igen, írják is ott, hogy ugye ők is látják, hogy a YouTube és az online a, a jövő. Igen, de a GameStar, a GameStar, old, tehát a GameStar uh, részéről úgymond, nem az oldalára, mert ez olyan hülyeség, ez tehát ez nem jelent, igen. hogy ők amúgy próbálkoznak. Tehát YouTube-on is van tartalmuk, livestreamelnek is, ja, ja, ja. tehát vannak dolgok ott, történnek hát persze, dolgok ott. Persze, persze. Tehát látszik az igyekezet, meg az, hogy próbálnak ö, lépést tartani, vagy hát igazából lépést is tartani, most attól függően, hogy az ő olvasóik mennyien nézik ö, ezt a fajta tartalmat, de ja, tehát ott van. Ott van. Úgyhogy ez, ez fontos, és nekik is igazából végül szegről végül, hogy mondod, ez egy platformváltás. Ez, ez teljesen az. Ez teljesen az. Én abban reménykedem, hogy a, akik, bár... Jó, ennyi, nem vagyok annyira képben, de nem tudom, hogy akik az újságban írták a cikkeket, ugyanazok, akik az online-ra írták a cikkeket. De szerintem amúgy nem. Hát biztos. Vagy nem... valami eltérés biztos, hogy van. A két szerkesztő Vannak. Cikköze. Szerintem az van, hogy aki, aki az újságban írja, az ír oda is, de ja, nem mindent. Ja. Mert amúgy annak tökre örülnék, hogyha a gamestar ra írnának rendes újságírók. Mert az nagyon-nagyon menő lenne. Átfedés van, gondoltam. Na majd, majd megpróbálunk ennek kapcsán beszélni valakivel a podcastben. Ja. Van is ja, ja. ötletem. De ez, 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 ez jó lenne, ja, mert igaz, azt mondtam is nektek régebben, hogy az újság az egy szűrő, nekem. Tehát, hogy ott tényleg olyan cikkek vannak, amik ami azért ellenőrzött cikkek, meg valamilyen szinte minőségi cikkek. Az biztos... Nem egy online ilyen diák, diákmelós írt egy angol fordítást. Igen, tehát eleve ugye maga a szöveget tekintve, meg a megfogalmazást tekintve egy kifinomultabb dologról van szó sok esetben, illetve kevesebb fasságot olvasni nyomtatott sajtóban, mint az Ezt interneten. Én. Ja, ja, ja. Ezért remélem, hogyha véletlenül meg is szűnik az offline magazin, vagyis a print, akkor, akkor legalább, nem tudom, az a szerkesztőség is így beintegrálódik az online-ba, és akkor minőségibb cikkek lesznek. Talán. Ennyi jó dolog lehet. Igen. Micsoda, azért nem kevés pénz a GameStop megmenteni, 2500 előfizető, az 50 millió forint, nagyon sok kiadása nyomtatott sajtóra, az is tudni való, főleg, hogy ekkora szintű az újságnál. Na jó, de haverom, ez az 50 millió, az egy év. Uh -huh. Előfizetőről van szó, éves előfizetésről, nem? Igen, igen, é ez éves, ez éves. Én úgy tudom, hogy ez éves előfizetés, de Szerintem most lecsakolom még egyszer. De az ugye? Nem, 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 rosszban nem rosszból mondtam, csak... Csak ez Igen, hát mondjuk durva belegondolni, hogy hogy, hogy tehát durva belegondolni, hogy mennyi pénzbe kerül, de ennyi pénzbe kerül. Hát basszus, hát kurva drága. Érted? Igen, 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 igen. Nem, igazad van, igazad van, gond hogy ez baromi, tehát, tehát, nagyon drága fenntartani a nyomtatott sajtót. Ja. Ez, ez tényszerű, srácok. Ez, ez tényszerű. Hát drága, amúgy tényleg. Ez tényszerű, igen. Nagyon nagy, nagyon nagy kiadás. Egyébként tudjátok, mire lesz jó ez a, ez a számláló? mondjuk lesz egy pár, aki nosztalgia okán, de érdekes, hogy 2500 előfizető, kíváncsi vagyok, hogy nem meddig tart ez a, ez ez valami. Szerintem én végig. Ez igazi, ez igaz. Micsoda? Szerintem év végig. Ja, ez év végig. szerintem igen. Mert most kiderül, hogy hány embernek van erre igénye. Hát amúgy... Mert hogy ugye nem tudjuk. Mert az összes tényleg de már, már, tegnap láttam, hogy rengetegen megosztották, szóval kíváncsi vagyok. De most ha megnézem, várjál. De ez 31. Yeah. Ez egy érdekes dolog. Itt van, és igazad van. Azt mondod, 1666 forint per újság. Azért ez annyira nem vészes. Mennyibe kerül egy Twitch sub, és mit kap érte az ember? Igazad van. Tehát igazából, ugye, ha belegondolsz, Amúgy tényleg de. egy Twitch sub áráért vásárolsz ö, úgymond egy újságot, amiben van Steam teljes játék, meg ugye egy egész ö, hosszú szórakozás. Igazából ö, azt kapod érte a Twitch is, amit kapsz egyébként az újság előfizetésért is, csak nem gondoltál bele eddig. Már mint nem most tehát valójában azzal, hogy megveszed az újságot, lehetővé teszed, hogy ez az újság legyen. Igen. És most ez kifordult magából. Visszafordult a másik oldalára, hogy az embereket kérik, hogy fizessenek elő. Valójában a Twitch előfizetéssel is ezt csinálod. Lehetővé teszed, hogy ez a szar menjen tovább. Ja, ja. Hát ha nem jön össze a 2500, akkor itt szerintem 1000 százalék, bár ha tovább léptek, biztos kiírja, hogy visszautalják a pénzt. Tehát ez ja, egyértelmű. Gondolom. Tehát ez nem, gondolom. nem fogják elrakni, hogy kösz, kösz, kösz. Jó, jó, jó. Visszautalják. Aha. Uh -huh. Ja, meg amúgy tényleg ott írják is, hogy, ö, att, tehát, hogy a magazinhoz ugye jár egy teljes játék. Persze. Ez mindig is így volt. Persze. Hát érdekes. Én is nagyon kíváncsi vagyok, hogy mi lesz ennek a vége, mert amúgy ez tényleg egy ilyen mutató. Hogy szerintem már azok... De van még az is sajtónak. lehet, hogy azok is, akik el voltak köteleződve a, a PC guru mellett, is megpróbálják megmenteni a GameStar-t. Sosem lehet tudni, nem tudom, majd kiderül. Azt, hogy nem tudod, a sajtó elbukott, ebben nyilván van valami. A technológiai fejlődésnek az áldozata ez is igazából. Igen. A sajtó az egy nagyon érdekes dolog, srácok, mert például nagyon érdekes, hogy sokan azt mondják, hogy ugye a nyomtatott média, vagy hogy is mondjam, a médium, mint olyan elbukott, na az buta. Aki azt mondja, hogy a nyomtatott sajtó elbukott, az azért bukik el a nyomtatott sajtó, mert nem tud elég új lenni. Uh -huh. Nem tud elég friss lenni. Gondoljatok bele, egy havi, egy heti, még egy napi lap is csak később tudja közölni a hírt, mint az internet. Ez így van. Ezért mondtam nektek, hogy alapvetően egy gaming újsággal az a probléma, hogy ha azért olvassátok, hogy tájékozódjatok, nem pedig egy hobbi kapcsolódás szinten, mm. akkor lófasz, mert mire megjelenik az újság, már ezer éve olvasta az interneten a következő újságban lévőt. Is. Ez pontosan a így nyomtatott így. médium az nem halott. A könyvek sikeresebbek, mint valaha. Erre Bódok, Boldog-boldogtalan anyjának, a fiának, a szülöttunokájának, a nem tudom kié is könyvet ír. És megveszik. Meg, 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 meg. Tehát az teljesen ott van a szerel. A nyomtatott sajtóval az a probléma, hogy megírsz egy hírt, vagy írsz egy videójátékról, mondjuk, és sokkal-sokkal-sokkal később ki. Érted? Most már az utolsó PC Guru számban például ö, még, nem, mondom, még nem érkezett meg, csak láttam interneten, hogy milyen témakörök vannak benne. És tudom, ott van benne a Jedi Fallen Order, ö, ugye az új Star Wars game a tesztje. Hát vagy végig játszottad már, vagy végignéztél róla egy végigjátszást YouTube-on, vagy Twitch-en megnézted róla a livestreamet, mit akarsz még az újságból olvasni róla? Igen. És mondom még egyszer, ez akkor, ha tájékozódás szintjén kell a dolog. Ha te szívesen olvasod azoknak a véleményét, akik odaírnak, hogy szereted forgatni az újságot, az egy egészen más dolog. Én ezért szeretem ezeket az újságokat. De, de ha a... busztán a médium lényegét veszük, akkor ez a lényeg. Igen, de amúgy pontosan, amit írtok, az olyan újság, mint a Forbes, Azért működik, mert nem híreket közöl. Így van. Így Hanem van, interjúkat pontos. készít, Amíg vagy érdekes témákatról ír, ami ilyen, ja, 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 meg pénzügyi dolgokról ír, ami, ami igazság szerint tényleg így működik. Nem így egy igaz. Friss dolog. Így igaz. Ezért is mondom azt, hogy ha általánosságban azt mondod, hogy a nyomtatott médium halott, az nem igaz. Nem, az nem, nem igaz, nem. mert igenis van benne érték, ja. nagyon sok, és a könyvekben is, amiket írnak az emberek, olyan dolgokat mesélnek el, olyan, dolgok, olyan történeteket írnak, amiket nem tudsz megnézni a tévében, hanem saját dolgok, úgyhogy az nagyon is működik. De amikor ilyen hírt közölsz, az újságban, nem tudsz versenyezni az internettel. Mert történik valami, és nem az, nem az hogy azonnal megírják, valami barom livestream Hát a múltkor az indexen live-ba ment, hogy esik a hó, meg. Hát azt nem. tudom, hogy szarom magam. milyen sajtó ez, meg. a világ. Érted? Megintetem a Facebookot, az volt index live-ba esik a Hát de... Érted? Most ez mi a faszom? Most megírod a blikbe, hogy esett a hó? Esett Addig a, a... van A kurva életbe. Érted? Szóval igen, igen, igen. Ez, igen. ez ilyen dolog, srácok. De mondom, ne, tehát nem kell elítélni. És de, még egyszer mondom, van, aki hobbiból csinálja ezt. Igen, igen. De amúgy ezért volt régebben, hogy ugye a hír újságok naponta jelentek Hát meg. Hogyne. Hát Mert van, különben nem lesz valami értelme. Is, de most is van a napi Persze, ja, ja, igen. De, de igen, hogy ne? Hát nem lett volna semmi értelme. De most is úgy van egyébként alapvetően, hogy tehát ezért, is, ezért is jó, hogy ezeknek az újságoknak megvan ugye az online verziója, ami ugye időben közli a híreket. Uh -huh. um, Viszont a nyomtatott sajtót meg egyszerűen aki szereti forra. Én szerettem benne látni a nagy felbontású képeket a játékokról, vagy elolvasni igen, egy igen. kedvelt újságírónak a véleményét, meg vagy vagy felütni az újságot, hogy nekem nagyon tetszett ez a játék, remélem, annak is, aki ezt a cikket írta, és ha nem, akkor mérges voltál, ha meg de, mm. akkor, meg igen, és ott csapkodtad az újságot, hogy, hogy lett valaki ilyen hülye. Tehát na, érted, tehát így megvan, egy, megvan azért egy, egy egy élvezeti értéke, is ennek az más kérdés, hogy inkább a. A, egy kicsit idősebb korosztályban maradt meg ez a feeling. Uh -huh. Mert ugye a mai 15 6 évesek, akik szeretik a gaminget, nem csak annyira, hogy Fortnite, hanem olvasnak is utána, meg mit tudom én, uh -huh. azoknak ez a kultúra hiányzik, ja, most biztos. olvasol egy újságot az biztos. Meg amúgy annyira király meg volt egy-egy cikk szerkesztve. Meg, egy egyébként meg kurva jól meg volt. Nagyon jól. Meg nem jól néz ki. Ha visszaemlékszel például arra, amikor például egy ilyen, egy mit tudom mikor kijött a Half-Life 2, és akkor arról tudod egy olyan cikket alolvasni, és akkor nem volt, tehát volt akkor is internet már, de érted? De magyar hát. nyelven egy olyan embertől olvasni a Half-Life 2-ről, aki pontosan tudja, hogy mi az. Nem valami köcsög beszél róla, a levegőbe, azok azok kibaszott jók voltak, és erre mondtam, amikor az újságírásról beszéltünk, uh -huh. hogy ezek tanult, hozzáértő emberek voltak, akinek ez a szakmája. És újságírók voltak. És ez egy jó cucc. Érted? Ja, igen. Obi, igaz. Meg fel tudod a polcra. És jól nézett ki. Ott egymás igen. mellett. És jól néz ki. Ez így van. Ezt nekem nem kell megmondani. Nagyon jól tudom. Mert ez egy, ez egy plusz. Uh, igen. Úgyhogy ja. Um, jó, Péter, hú. Szóval, ja, megvannak ezek, a, megvannak ezek a dolgok, srácok. Én szeretném, ha lenne még GameStar magazin. Azt is szerettem volna, ha lehet volna még PC Guru magazin. Uh -huh. um, ez van. Én um, egy eszköz volt sok mindenre. A nyomtatott gaming sajtó. Például um, emlékszem, ott voltam, több, többször meséltem már erről, nézzétek meg a gurusadást, amikor erről beszéltem, hogy miért volt fontos. A másik dolog, ami miatt fontos volt, hogy mikor én ugye még annyi idős voltam, akkor uh, faterom, vagy akár nagyfaterom, akinek köze nem volt pontosan arról, hogy mi a, mi a gaming, főleg akkoriban. Mm -hmm. Megötte nekem az újságot, és tudta, hogy el leszek. Volt benne demo CD, szóval igen, a faszom, érted? Akkor nem voltak teljes játékok hozzá, érted? És úgy vett nekem valamit, ami gaming. Érted? Mert ha ez odaállt volna a polc elé, ahol van 30 borító, akkor ebből úgy sem tud dönteni. É, ez amúgy én is, de nekem is volt ilyen. Hát, ajándékba vettek nekem, Igen, és ez, egy, ez egy, és egy, tök jó volt. Mondom, egy, egy kapu volt gyakorlatilag ebbe a nagyon elbaszott, furcsa világba olyan embereknek is, akik nem értettek hozzá. É, ez így van. Igen, és, én... ez, és ez ez fontos, és akik, 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 akik ebbe benne voltak, azoknak fontos ez az a dolog. Az sokat jelentett. Ha belegondoltak, hogy tényleg ez a legkirályabb. Mármint, hogyha valaki nem ért hozzá. Mert Igen. Mert biztos, hogy valami király dolgot adsz olyannak, aki érdekel a gaming, és van benne még plusz egy játék is, amiről Így si lehet, hogy fogalmas is, hogy mi az, de valamit kap valaki. Így szóval... van, és utána a gyereket, ha évközben vettél neki egy újságot, akkor karácsonykor oda tud menni hozzá, kinyitni, és megmutatni, hogy ezt a játékot szeretné megkapni karácsonyra. Igen. és te el tudod olvasni, bazd meg, mint vén fasz. mi az? Hogy mi a faszom az, meg hogy jó-e vagy nem, meg hogy mi a tökön van. És ezek azok a dolgok, no. amik a piac Előre viszik. Igaz, nem a legnagyobb százalékú ez a közönség, de van, mert valahogy egy gyerek is be kell kerüljön ebbe a világba, mert nem az van az meg, hogy megszületik egy gyerek, aztán hat éves korában az édesanyja tojik egy nintendo-t, érted? A WC-n, és akkor nem tudja, hogy mi az, kiviszi a nappaliba, meg rájön, hogy kell összedugni a tévével, és lesz egy gamer. Tehát ez nem így történik, érted? Uh -huh. Meg senki nem úgy bújik ki, hogy, 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 hogy egy gamer, hanem egyszerűen Kelleti belépési pont. Most már más világ van. Jó, hát most már teljesen más Én A nagyád is játszott, meg a párdis is játszott, akkor jó van, akkor te is játszol. De régen meg volt ez, és ez pontos dolog volt egyébként. És ez csak egy aspektusa, ami miatt izgalmas, meg lényeges volt a nyomtatott sajtó ebben a témakörben. A többiről meg már beszéltünk. Uh -huh. Igen. Na jó, engedjük el ezt, srácok. Ma. Yes. Ma. Búcsút egészen este hatig. Este hatig búcsúzunk most, srácok. Igen, van. ez nagyon szomorú dolog. Igen, most Kettőkor nem találkozunk. Kettőkor nem talizunk, hatkor találkozunk. A Life is Strange 2 évad záró része Egy Részét jön fogja most. Jani ö, ö, streamelni. Úgyhogy szerintem ez a rész mindenképp nagyon király. Biztos, hogy nagyon jó lesz. nézzétek meg. Egyébként a visszatérben, mert ugye volt itt szó arról, hogy mert ugye ma egész sok megjelenés van, hát elvileg az európai megjelenés a Halo-nak szintén ilyen este 6-7, úgyhogy a holnap fogunk játszani, holnap. srácok. és az már... a multikóp lesz, nem? Tehát multizunk. 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 Halo, Halo multizunk. Nekem ez lesz az, az első, mondtam Pistinek. Jani, ez az, az első, első Halo nézett. Olyan. Igen, hát sok a cső. Sok a cső. <laughs> nem mindegy, nem... Én még nem hélóztam, nem, nem még még még... Halo multizunk. Holnap Halo multizunk, meglátjuk, hogy mi lesz. Úgy Halo multizunk, hogy pedig jön a Call of Duty Season 1 és az, akire ahogy, kurvára az, akire játszani, de hélózni fogunk, megnézzük, milyen a héló. Aztán, hogy nem jó héló, akkor meglátjuk, sár... Lehet, hogy srác. hogy belenézünk. De jönnek itt dolgok, hanem. Jönnek itt nagyon sok új map, két új fegyver, új játékmódok. Izgalmas lesz. Meg az új Rainbow Six Season. Ah! Ú, tényleg. Amúgy, Hány. tényleg, az is sem. Hát nem? Nem hype? Nem, a közönség, a megmondta nekem, hogy Csak akkor kod. jobb nem. Úgyhogy nem. Passza meg. Um, úgyhogy holnap megnézzük azt. Na, a hét hátra lévő egyébként az összes program ott van a menetrendben. Így igaz. Ugye kövessétek azt. És akkor találkozunk, srácok, este hatkor. Így van. Körül. Így van. Na, szevasztok. Szevasztok.